Ez a Szőke-Tisza többet érdemelt volna. Jó lenne, ha a társadalmunk valahogy jobban figyelne ezekre az értékekre. A Szőke-Tisza 1917-től a 70-es évekig az egyik leglátványosabb dunai gőzös volt. 76-ban leselejtezték, áthozták a Tiszára, állóhajót csináltak belőle, és szórakozó helyé alakították át. A 90-es években már nem kapott engedélyt, elvontatták a tápélyi öbölbe, majd 2012-ben elsüllyedt. Mostanáig kellett várni, hogy a hajóroncsot kiemeljék a vízből, és kivontassák a partra. 12-ben volt egy ilyen kisvizes időszak, amikor a hajó feneke az a partfallat elérte, és kicsit megbillent a hajó. Mikor jött vissza a víz, akkor már nagy valószínűséggel nem tudott normálisan felúszni, ezért az ablakokon, meg a nyitva lévő részeken beáramlott a víz. Megpróbáltuk egy-két héten belül kiemelni a hajót elsüllyedése után. Nem jártunk sikerrel. 2016-ban, mint magánszemély megvásároltam a elsüllyedt, félig szétbontott hajóroncsot, és utána hoztuk létre a Kész Holdingnak a ügyvezető tulajdonosával, Varga Mihállyal a hajózásért alapítványt, amely alapítványnak én neki ajándékoztam a hajó tulajdonjogát. Most úgy láttuk itt szakemberekkel, többen is, hogy érdemes lenne egy próbát megint csinálni a szivattyús emeléssel. Hál' Isten most egy 15 centivel alacsonyabb volt a vízállás, mint 2012-ben, és ezért jártunk sikerrel, hogy fel tudtuk húztatni a hajót. Csak az lenne a cél, hogy ez a hajó ez kijöjjön, akkor már régként lenne. Tehát nekünk a célunk az, hogy lehetőség szerint a legjobb állapotban kerüljön ki, ne rongálja tovább a testet. Ballonokat fektettünk a hajó alá, ezek a ballonok segítségével gördül a hajó. A 2000-ben beleszerettem ebbe a hajóba. Még egy ilyen hajó nem létezik a világon. Ugye ez magyar építésű, magyar gőzgéppel, magyar tervezők csinálták meg, magyar szakemberek Újpesten, az egykori Ganz és Társa hajógyár területén. Tehát el lehet mondani, hogy minden a magyar ennek a hajónak. Nekem a vágyálmom az, hogy ennek a hajónak egyszer a parancsnok, a kapitánya leszek. Lehet, hogy ez össze fog jönni, lehet, hogy nem fog összejönni, de akkor is úgy gondolom, hogy ezt a műszaki értéket nem lenne szabad veszni, hagyni. Mostani állapotból körülbelül 10% vagy 15%, ami megtartható, az összes többi az teljesen új vasszerkezetként épülhetne meg. A hajónak a rendberakása, tehát újra megépítése szerint számításaim szerint egy olyan 2 milliárd forint körüli összegbe kerülne. Igaz, most mindenki csak egy hajóroncsot lát, meg hulladékvasakat lát ebből a hajóból, de a lényeg a gőzgép, ami még benne van, ezt még működévé lehet tenni. Az biztos, hogy nem szeretnénk lángvágóval szétvágni, nem szeretnénk elvinni a mélybe. Ha más nem, lesz egy lecsupaszított, valamilyen szinten konzervált hajótestünk, egy felújított, bemutatható állapotban lévő gőzgéppel, aztán várjuk a csodát, hogy hát, hogyha lesz rá akár 2 vagy kicsivel több milliárd forint.